Hentz Márton kispap befejezte gyakorlatát a kapuvári Szent Anna plébánián. Nagyon sok tapasztalatot szerzett az elmúlt két hónap során. Elsősorban a Szent Miséken segítette Radó Tamás plébános munkáját. Hentz Márton vagyok, Sopronból származom, onnan jöttem most ide Kapuvárára a két hónapos gyakorlatra. Sopronból és a Jerevánról, a Szent Imre plébániáról. Érdekességként talán azt tudom elmondani, hogy az ottani plébánosom, Németh István atyának is a plébánosa, Radó Tamás atya volt akkor még Győrben, úgyhogy így kicsit úgy, én is úgy, ha lehet így mondani, akkor hazajöttem ilyen szempontból, illetve hát édesanyámnak is a hitoktatója, gyermekkorában még Tamás atya volt, úgyhogy így távolról, de már így ismertem így az itteni plébános atyát, úgyhogy nagy örömmel jöttem ide erre a két hónapos gyakorlatra Kapuvárra. Tanulmányokról néhány szót, a középiskolát az hol végezte, Sopronban? Középiskolát Sopronban végeztem, utána pedig egy évig jártam Budapestre a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskolára, akkor még mint civil hallgató, és akkor a 2016-17-es tanévbe jelentkeztem Győrbe, ahova dr. Veles András megyés püspök föl is vett a Győri Egyházmegye papnövendékei közé, és most már az ötödik tanévemet kezdem Győrbe. Hát a papi hivatás gondolata az már régóta foglalkoztatott. Én a ottani plébánián Sopronban óvodás korom óta minisztráltam, és így közel kerültem az oltárhoz is és az egyházhoz is. Bennem mindig az motivált ebben, hogy, és még ma is az motivál, hogy a jó Istennek és az embereknek a szolgálata az, amit ilyen különleges módon, de nagyon szépen lehet végezni, és ez ad erőt, hogy másokért való élet, másokért való tevés az, ami igazából ezt úgy eldöntötte. Miből állt ez a két hónapos gyakorlat? Hála Istennek nagyon színes a plébániai közösség, úgyhogy én is nagyon sok mindenbe így bele tudtam látni, nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni. Nyilván a szentmiséken való részvétel, az azokon való felolvasás, vasárnapi szentmiséken többször is tudtam prédikálni, amit úgy magamnak is egy jó visszajelzés volt, de a hívek is azt mondták, hogy azért úgy érdemes volt másokat is hallgatni vasárnaponként. Rózsafüzérek imádkozása, plébánián való résztvétel, ott az irodai dolgoknak a megtanulása, plébánia vezetés, illetve a Páli Szent Vince katolikus iskolába is többször átmentem, ott pedig 20 órát kellett hospitálnom, különböző hittanórákra ültem be 1-től 12. évfolyamig, ott is nagyon sok tapasztalatot szereztem, azt tudom elmondani, hogy nagyon szépen tanítanak és nagyon színvonalasan tanítanak ebben az iskolában, úgyhogy nekem is sok tapasztalatom és élményem származik innen, hogy amikor majd én is a katedrára kell állnom, akkor nekem is majd biztos fölelevelednek újra ezek a itt eltöltött hónapok. Hogyan tudod bekapcsolódni a szentmiségbe kispapként önnek? Mi a feladata, mit tehet ilyenkor? Hát elsősorban az asszisztálás, ami az oltár körüli szolgálatot jelenti, az atyának a keze alá dolgozni, illetve akolitusként az is a feladatom, hogy áldoztassak a másodáldoztatóként az atyával együtt, úgyhogy ez is a feladatom volt, illetve amikor nincs kántor, akkor az ének és szolgálat, akkor én is beszoktam segíteni Tamás atyának, úgyhogy így körülbelül ezeket. Ugye az elmúlt időszakban több, akár diakónus, kispap fordult meg itt Kapuváron, Simon Dávid, Mézsio Krisztián, ugye ő még a tanulmányait folytatja, ön is. Tehát mi a kapuvári plébániai titka, hiszen az elmúlt időszakban több olyan fiatal pap jelent meg itt, kispap, aki majd később ugye felszentelés után szeretne szolgálni. Én abban látok nagy újdonságot így a kapuvári plébánián, itt a Szent Anna templomban, egy nagyon élő közösség működik itt, amiben tényleg nagyon jó belekapcsolódni. A hívők nagyon rendesek, kedvesek, bekapcsolódnak a liturgiába, énekelnek, minisztránsok is vannak,
és látszik, hogy a papot szívvel, lélekkel segítik a szolgálatban, és ez meglátszik az egész közösségen. És ezáltal lehet programokat szervezni, ezáltal lehet tényleg olyan színes életet élni, ami itt van. Úgyhogy ebből azt hiszem, hogy mindnyájan, akik itt voltunk, megtanulhatjuk azt, hogy érdemes a hívekért dolgozni, és ez külön öröm, hogy ők ezt azzal díjazzák a részvételükkel és a szeretetükkel, amire mi is rászorulunk. Mennyire erős katolikus közösségnek látja Kapuvár? Tehát akár a szentmiséken való résztvételt, azért azon valamit már le lehet mérni, hogy mennyien jönnek el, a különböző egyházi rendezvényeken mennyien vesznek részt, mi a tapasztalata? Azt mondhatom, hogy abszolút pozitív a tapasztalatom. Szentmiséken nagyon szép számmal vagyunk, illetve ami külön öröm volt a számomra, hogy itt az októberi, ugye október a szűzanya hónapja, és minden nap van itt rózsafüzér, és fiatalok, főleg gyerekek, alsós gyerekek mondják közösen a rózsafüzért mikrofonba, adják tovább, és ezáltal is köszöntik a szűzanyát, és nagyon ritkaságnak számít szerintem a mai világban, hogy fiatalok, főleg kisgyermekes családok elhozzák ide hétköznap a templomba a gyermekeiket, a szülők is itt maradnak és együtt imádkoznak, úgyhogy ez azt mondhatom, hogy nagyon nagy élmény, mint papságra készülőnek is ezt megtapasztalni. Hát most vége a gyakorlatnak, ön visszamegy gondolom Győrbe, hogyan telnek a mindennapjai ezek után? Ott is színes az élet a győri szemináriumban, talán nem biztos, hogy mindig ennyire látványosan, ott inkább egy ilyen belső munka folyik. Ugyanúgy vissza kell ülni az iskolapadba, folytatni a tanulmányokat, visszaállni az ottani rendbe, a közösség érdekében feladatokat vállalni újra, illetve jön majd a vizsgaidőszak, jönnek a különböző számunkérések, úgyhogy azokra is föl kell készülni, de jó így megtapasztalni azt, hogy vannak olyan közösségek, amik vágynak a papra, várnak az új papi hivatásokra, és ez azt hiszem, hogy engem személy szerint biztosan motivál, hogy minél előbb, ahogyan a Jóisten is engedi, vállalhassam a papságot, és ezáltal szolgálhassam akár az ittenieket, akár ahova majd a Jóisten szólít azt a közösséget. Mit tapasztal az utánpótlás képzésben? Tehát most jelenleg hány olyan kispap van, aki a megyében később majd szolgálatot tud majd teljesíteni? Ez bővült az elmúlt időszakban, mert csak egy zárójelben meg lehetne jegyezni Csornán a premontrei templomban. Egyre több fiatal szerzetest látunk, akik ugyanúgy tanulnak ott Győrben, vagy már végeztek, de részt vesznek a szerzetesi munkában. Tehát az utánpótlás képzés most hogy áll? Az utánképzésről azt mondhatom el, hogy az alattam lévő évfolyamokban elég szép számmal vannak, 3-4-en vannak, akik a győri egyházmegyéből vannak. Sajnos most a idejévben elsősünk nincsen, elsős nem tudtak fölvenni az előjárók a szemináriumba, de hát imádkozni kell azért, hogy legyenek papi és szerzetes hivatások, és az imádság ereje abban is megmutatkozik, hogy egy ilyen szépen tornyosuló tendencia látható az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest, azt hiszem. És az, hogy most éppen nincsen elsősünk a győri egyházmegyéből a szemináriumban, az pedig arra indít bennünket, hogy még inkább imádkozzunk és ne felejtsünk el. És azt hiszem, hogy az Apor Ima Szövetségnek a hatása azért az meg érezhető az egyházmegyében. Ugye püspök úr meghirdette ezt az ima szándékot, és ezt sokan imádkozzák, és örülök, hogy itt Kapuváron is ezt ismerik, ezt az imádságot, és többször akár rózsafüzérek végén is ezt elmondják, úgyhogy reménykedjünk, hogy a Jóisten ma is hív embereket az ő szolgálatára. Mikor szentelik pappá? Először még a diakonátusnak a szentsége jön, talán jövő nyáron lesz erre lehetőség, hogyha az előjárók meg püspök úr is úgy látja, és akkor utána egy évre rá, 2023-ban, hogyha Jóisten is engedi, akkor szentelnek áldozópappá. Köszönöm. Én is köszönöm szépen.